Most már muszáj. Muszáj mondanom nekik valamit. Szeretem ezt. Nem szeretem ezt. Még egy delay-t nem fognak elfogadni. Viszont itt is nagyon-nagyon sok a szünet. De mivel nem jött egy hét alatt értelmes válasz, és azt mondtam, hogy ezt akkor elfogadom, ha nem jön, legyen úgy, irány Finnország a Kufu csapatához 1998-ban alapított csapat. Úgyhogy Svédország, Wales és Észak-Írország után egy új ország, Finnország. Nyolcezer stadionunk van, 1931-es, oké, hát a csapatot majd meglátjuk. Tudjuk, hogy mit kell tennünk. Szerintem nem kell press conference, tök fölösleges. Aha. 2026-ig tartnak a játékosoknak a szerződése, hát majd először megismerem őket inkább. Finn első osztály és Finn kupa van. Hoppá, még kicsit felhúztam az újságírókat azzal, hogy nem találkoztam velük, de mindegy is. Hadd töltsem meg már be a saját taktikámat, mondjuk. Ez az összes játékos? Hát az nem sok. Ja, meg rajtam kívül szerintem staff sincsen, ugye? Aha. Hát ez tök jó. Hát ez tök jó. Jó beválasztottam megint, az látszik. Egyelőre se egy gyúlunkról annyit tudunk, hogy január 28-án kezdünk egy kupa selejtezővel, ami van 5 csapat. 4 meccset lenyomunk, és utána áprilisban kezdődik a bajnokság, ami egyelőre augusztusig mutat. First Division Stages.
Hát ugye itt is 22 meccs van, szóval valószínűleg, ja, ez a 25 meccs van összesen a szezonban. Nézzük az U20-osokat, azokat fővisszük azért. Aztán meg kell néznünk, hogy jó, jó. Én inkább ide betölteném a saját taktikáimat. Idegenben játszunk, hogy ennél maradunk. Na nézzük, hogy egyáltalán kik vannak, mivel nincs a staffom, ezért semmit nem tudok a saját csapatomról. Ez a durva. Place advert, mondjuk egy assistant manager jobbra. Kéne egy director of football is, meg egy scout is. Mondjuk kéne egy doki is. Mondjuk egy head physio nem ártana. Mert igazából így azt se tudom, hogy milyen a saját csapatom, és egyáltalán kiket kéne szerezni, mert nézzük, hogy itt van, hogy expired kapus. Egy csomóan érdeklődnek amúgy. Azt mondja, nem is említettem a pénzt, már azt mondja, hogy nem akar jönni. Mert mennyi pénzünk van, azt ugye nem néztük meg. Finances, hát 10 000 eurónk van. Na, minden esetre staff nélkül nem lesz semmi. És mindössze 30. Harmincöt napunk van egyáltalán embereket szerezni. Oké, mikor akartok friendly-t játszani? A kupa közben? Hát felőlem. Na itt aztán tényleg nulláról kell építeni mindent. Oké, ő legalább eljönne, ez a kapus. Juha Hokkanen, 21 éves fiatal, az nem is baj. Nézzük a jobb hátvédeket. Most mindenféle scouting nélkül kell. Megpróbálom leigazolni a játékosokat, mert nincsen. Nincsen semmi indok.
indukcióm arra, hogy azt mondja, Marvel Epiteta. Naufel Mabruk, nem is biztos, hogy játszhatatok légiós, de ez majd kiderül. Aztán nézzünk egy bal hátvédet. Viktor Virta. Hát Viktor Virta inkább közép hátvéd volt, de mindegy. És Mikko Mattila. Talán ő is el fog jönni, nem? Harkanen, olyan jó neve, jó finn nevek vannak itt. Jim Norgaard. Jukka-Pekka Holopainen. Elias Palpacis. Oké. Na, most nézzük, hogy ők legalább leigazolnak-e. Oké, most nézzünk középpályásokat. Középpályásokat. Ugye kell nekünk MC, az biztos. Ő nem akar jönni. Ő se akar jönni. Ő se akar jönni. Edward Fonsell. A Forsell az jobban hangzana. De ő se akar jönni. Úgy mondja a financial package-et, hogy meg se tudok említeni semmilyen összeget. Egyáltalán. Oké, Harry Koskinen, mint MC jöhet, AMC, Erik Lamela, ó, ismerős. Nem akar eljönni a finn másodosztályban, és értem, hogy miért. Charles Katashira. Thomas Happonen. Senki nem akar már azt mondja, már előre mondják, hogy itt nincsen pénz. Hát haver, itt semmi nincs. De
teher nélkül nagyot lehetne alkotni. Úgy látom, ez keveseknek mozgatja meg a fantáziáját, de... Jó, hát OMC-ben nem akar senki se jönni, ez ennek a mentésnek a rákfenéje. Jobb szélre akarna valaki jönni. Jó, oda úgy tűnik, hogy igen. Szélsőkkel nem lesznek gondok, talán. Antipejtola. Én minden még sérülteknek is adok. Mondok, jó, aki visszavonul, annak nem adok, de... Oké, okay, és nézzünk egy csatárt is. De azért már remélem, hogy ebben a bajnokságban remélem már jobb reputációjú csávók is eljönnek. Marcus Viena. Ezek az a baj, nem akkor kurár, beszarás. Jó, hogy ő már visszavonult közben, ezt nekem honnan kéne tudni? Oké. Okay. Na, egy párat behúztam. Igazából egy jó assistant manager az már kéne. Jó, de tudna nekem tanácsokat adni más staffra is. Viktor Virta érkezik hozzánk, az már biztos. Január 17-én jön. Közben ugye az a helyzet, hogy van összesen egy kapusom. Van összesen egy kapusom. Van 5 bal hátvédem, vagy 5 játékosom, aki bal oldalon tud játszani, 2 jobb oldalom. Tehát van összesen 7 darab védőm. Van egy csomó középpályásom. Meg vannak csatáraim. Ami biztos, hogy a kapusommal csak szerződést kéne hosszabbítani, hát basszus. Ez egy van. Egy jó part-time kontraktot kell csinálni, és... Oké, okay. Mabruk jön, meg Pál Pacis is.
Jattinen is jön. Sőt, jön Ojala is, jön Koskinen is, és jön Korpinen is. Ez azonban nem segít a kapus problémámon. És azokra még egyszer rá kell néznem. Ja igen, Hokkanennek adtam bidet. Meg Ojalának is fogok adni. Hát nagyon kíváncsi vagyok erre a kalandra. Hogy egyáltalán össze tudunk rántani egy értelmezhető keretet. Nyilván nem nagyon jelentkeznek az álláshirdetésekre se, ami nagyobb probléma, mert játékos, mint látjuk, tudunk igazolni a reputációnkkal, de... Oké, a kapus szerződés hosszabbítása az megtörtént. És itt jön a másik kapus. Na, jó van, a lényeg megvan. És akkor még megvárjuk, hogy a harmadik kapus leigazol-e, és akkor ott megnézzük egyelőre, hogy mi lesz a helyzet. Aztán jöhet a jobb hátvéd poszt. ...2026. január 1-je. Hát ott Manét még a Liverpoolban van. Kitartottak mellette, úgyhogy még látok, hogy biztos lesz pár jó éve. Szerintem az egy nagyon jó biznisz volt. Én lehet, hogy már vannak igazolások, de... Tesz, hogy minden Ronaldo menekülni akar.
Na szóval van egy Juntu nenünk, egy 20 éves Juntu nenünk, és egy 21 éves Hokka nenünk, de mivel és már kiteszem a coach újsági hirdetéseket is, mert legalább valaki jöhetne, aki edzést tud tartani. Szóval ez durva, hogy staff nélkül vágunk bele a itt mindjárt a Friend League-be. Egyelőre Juntunen a game szerint egyetlen egy felnőtt meccsel szerepel, Hokkanen viszont a Premier League-be is játszott, úgyhogy egyelőre az nem kérdés. Hogy ki lesz a kezdő kapus. Nézzük a jobb hátvédeket, ugye van itt egy Taipo Laine, és van egy Atte Pastilla. Pastilla viszont inkább közép hátvéd. Úgyhogy egyelőre Tapio. Kapja meg a lehetőséget, meg a €15 part-time kontraktot. És a scoutingban rá is megyünk a jobb hátvédekre. Járko Huttunen egy ideális igazolás lenne, de nem akar jönni. Mortensen inkább középhátvéd, Sunday Odeh. Ő viszont jobb hátvéd, de nem akar jönni. Otto Kova kifejezett jobb hátvéd. Ő el is jönne. Úgyhogy nézzük, hogy el is jön-e. Úgyhogy várjuk a másik jobb hátvéd döntését. Ojala is jön. Head physio advert. Na, erre már hál' Isten jönnek. Itt van Arthur Mönkönen, aki a legjobb fizioterápiából. Úgyhogy őt meg is próbáljuk leigazolni. Legalább docking lesz, ha más nem. Ez remek dolog.
Nos. A jobb hátvédünk is itt van. Meg van fázod, de hát az kit érdekel. Oké, Villarus kellett az U20 Assistant Manager-e. Szuper, szuper, szuper. Nagyon-nagyon kevés időnk van. Director of Football, a legjobb értékeket járnó Isaacson adja, úgyhogy ő. Assistant Manager, ez pedig Joni Oikonen. Tűnik a legalkalmasabbnak, egy 36 éves fiú. Én azt mondom, hogy őt megpróbáljuk leigazolni, és akkor mindjárt könnyebb dolgom lesz a... Hova jött a... Jöjj ma január... Bajön, oké. Okay. Most már megvárom az assistant manageremet, és akkor tisztában látom azt, hogy milyen hiányhelyei vannak a csapatnak. Sőt, rögtön már scouting meeting van. Ja, mert várjunk csak, hát a scouting büdzsé, az gondolom nincsen még beállítva. Hát igen, hát azt... azt be kéne állítani. Hogy milyen package van, mert így most hiába van itt ez a sok játékos. Ha nem finn, akkor iszonyatosan viszi a pénzt. Ez itt van ez az olasz srác, hát 2400 euróba kerülne csak a leszkautolás, de még a norvégoknak is. Drága. Úgyhogy egyelőre ezeket kihagyjuk. Biztos van köztük faszak is játékos, de hát ez van. 17-én jönnek a játékosaim, és 24-én kezdjük a szezont meg. Úgyhogy most rá kell néznem a bal hátvédekre. Ugye itt van Rissanen, ő közép hátvéd. Itt van Kimari, aki bal hátvéd. Korhonen, aki bal hátvéd. És Dámó, aki inkább MC. Úgyhogy... Korhonen, de őt is kivesszük az amatőr kontraktból, mert így nem lehet. Legalábbis megpróbáltam, aztán nem biztos, hogy sikerült. És itt van a 18 éves Rissanen, akkor ő lesz a... Ő lesz a cseréje egyelőre. És akkor nézzük a közép hátvédeket. Ugye Pastila van egyelőre
Ja, egyébként mondjuk ezt a 17-ét ma tényleg megvárhatnánk, ha már, mert akkor már várjuk meg, akiket sikerült igazolni Free-be, és akkor utána tudunk dönteni a sorsukról. Addig talán az edzők is megjönnek. Igen, itt van a fizió. A 26 éves fizió. Ez már egy nagyon nagy segítség lesz. Igen, és most már van asszisztens menedzserünk is, hála Istennek. Megvan egy direktor a futballunk is. Na. Hát ez már kezdetnek nem rossz. És akkor, ha itt van az asszisztant menedzser, akkor már valami edzést is be tudunk állítani, illetve végre meglátom, hogy pontosan melyik játékosom mire jó. Nos, bizony, olyala. Lett itt az ötcsillagos kapus. Ez elképesztően jó hír. Igen, DC-t azt mindenképp igazolni kell, az már látszik, de azt szerintem jönni is fog, de azt már most is kutathatom. Úgyhogy arra rá is megyünk, mert tehát ez nagyon kevés, amennyi van, tehát ha lesz is kettő. Igen, itt van Patrick Scaffari. Ő például jó lehet. Most itt nincs időm scoutolgatni, mert egész egyszerűen nincs, és itt egy tapasztalt játékos. Oké, hát ezt már gyorsan be is igazoltuk őket, és akkor nézzük a középpályát. Középen van két DM-em, egy MC-m. Illetve ki, 3 DM-em, 2 MC-m, az nem rossz, viszont AMC az mindenképp kéne, legalább 2. Két bal szélsőm van, két jobb szélsőm van, és csatár meg van, aztán van dögivel. Úgyhogy még középső középpályás. Ez itt a feladat. MC is jöhet még, hogyha úgy van. Most már mindjárt szebben jöhetnek a... Vagy inkább hajlandóak, most már egy staff is van jönni a játékosok. Itt van egy AMC. Még egy AMC. Na nézzük, ők jönnek-e.
Oké, és most egyelőre befejeztük. Jöjjenek be ezek az igazolások, és akkor utána tudunk. Tudjuk elkezdeni beállítani a taktikát, hogy a játékosok kezdjék megtanulni. Úgyhogy gyertek, 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 csak free transfer arcok. Kufu 98, zseniálisak ezek a rövidítések Finnországban. Na, vannak itt javaslatai a... Assistant Managernek, úgyhogy... egy 10-8-as scout, egy 8-8-as scout és egy 8-6-as scout, hát innen akkor... Mondjuk no contractben nem tudom mi értelme volt, de Jan Christian Aromát meg már lehet, hogy a neve alapján fölvesszük. Jan Christian Aroma. Jön itt mindenki. Mennyi új játékos lesz. Hát ebből szép kihívás lesz csapatot összegyúrni, de hát ezért szeretjük ezt a játékot. Fitness coach advert. Megpróbálom Jukka-Pekka Kossonent. Oké, amúgy közben valami tréninget be kéne állítani. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy ez az innen-onnan összevadászott az innen-onnan összevadászott társaság, ez mire lesz képes? Na, itt vannak kiváló kócsok. First team... Oké, itt megjönnek a játékosok.
Megjön mindenki.